Püspöki szentmisével köszöntötték a székesfehérváriakat a betegek világnapján. Spányi Antal főpásztor a város papságával koncelebrált szentmisét mutatott be, amelynek keretében kiszolgáltatta a betegek keretének szentségét, valamint megemlékeztek mindazokról az orvosokról, nővérekről, betegápolókról, akik önzetlen szolgálatukkal enyhítik a szenvedők fájdalmait. Második János Pál kezdeményezésére 1993 óta február 11-e a betegek világnapja, annak emlékére, hogy Lourdesban 1818. február 11-én jelent meg a szűzanya Soubirous Bernadette 14 éves francia lánynak, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. A világnap célja, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését. Ezen a napon kérjük a betegek gyógyítóját, hogy testi és lelki bajainkból a kegyelem kiemeljen és segítsen. Sötétség órája is elfogadott, kegyelmi kincsekéthetünk, amikor a szenvedéseinket fölajánljuk szeretteinkért, vagy éppen az egyházért, papi hivatásokért, mindazért, ami lelkünknek, szívünknek fontos és értékes. A keresztből kegyelmi kincs, a szenvedésből és akár a halálból, e-sport termet, modern, tágas közösségi tereket alakítanak ki a fehérvári civil központban. Az új közösségi tér kialakítása, amely lehetőséget ad a civil szervezeteknek, hogy akár kávéházi hangulatban találkozhassanak egymással, folyamatban van. Ha elkészül, olyan programokat is szerveznek majd itt, amelyek kiegészítik a Titkok háza rendezvényeit. Pénteken délután a megújuló közösségi terekben Domokos Tamás, a Titkok háza Tudományos Élményközpont módszertani igazgatója vezette körbe Varga Tamás országgyűlési képviselőt és Rót Pétert, Székesfehérvár alpolgármesterét. A közel 100 millió forint Európai Uniós forrásból megvalósuló felújítás során a Titkok háza Tudományos Élményközpont mellett létrejön több új kulturális és közösségi tér is az épületben. A beruházás a közösség vezérelt helyi fejlesztés részeként valósul meg a városban. Olyan új funkciókat tudunk ide telepíteni, akár részben az élményközponthoz kapcsolódóan tud új programokat szervezni, mondjuk egy sportfoglalkozást, vagy bármilyen más IT-hoz kapcsolódó, kiegészítő szakköröket, foglalkozásoknak tud itt helyet adni, egy szép felújított, modern, világos, dizájnos környezetben. Másfelől pedig gyakorlatilag lehetőséget ad az új, megújított közösségi tér arra, hogy egy picit a civil közösségek ne egy klasszikus, régi típusú művelődési házszerű közegben kezdjenek el tanácskozni, dolgozni, előadásokat tartani, hanem egy picit lazább, de modern környezetben tudják ezt megvalósítani. A Somorjai Bérlet harmadik estjére a kórus zene, a muzika szakra, valamint a zenei különlegességek iránt érdeklődő zenebarátokat invitálták meg a budai Judi református templomba, ahol német barokk mesterek ritkán hallható műveit hallgathatták meg a kórus muzsika iránt érdeklődők. Az Ars Oratoria Kamara Kórust az együttes művészeti vezetője Pad Zoltán Liszt díjas karnagy vezényelte. Csodálatos a helyszín, és nagyon nagy előnye, hogy egyfajta tágas teret tud adni az előadásnak. Johann Hermann Schein és Heinrich Schütz műveiből válogattunk a mai estére, és ők túl azon, hogy kortársak voltak, nagyon komoly szellemi hasonló gyökérrel rendelkeznek, hasonló talajon állnak, mind a ketten a velencei iskolának a jeles képviselői. Az Értékmentők csapata az E-Generáció Egyesület rendezésében a Színház kávézójában folytatta a nyáron életre hívott Ugorj be most, a Vörösmarty Színház művészeinek humoros, szatirikus alaphelyzetekre, rögtönzésekre és helyzetgyakorlatokra épülő négyszereplős színházi játékát. A teltházas színházi esten Varga Tamás országgyűlési képviselő nagyvonalú felajánlásának köszönhetően ezúttal a Kríziskezelő Központ részesül az előadás bevételének támogatásából. Az esten Kis Dia, Varga Gabi, Krisztik Csaba és Kovács Tamás mutatta be improvizációit. Amikor mi ezt csak úgy próbaszerűen a diával, Kis Diával kitaláltuk, hogy csináljunk egy ilyet, már az első alkalom után, amikor láttuk az emberek, hogy ez élvezetes, ez jó, ez örömet okoz, akkor gondoltuk, hogy hát ebben sorozatot kéne csinálni, és gyakorlatilag mi mindig igyekszünk olyasmit csinálni, ami mondom azt, hogy hiánycikk, vagy hogyha szabad így fogalmazni, egy olyan üres rés, amit a kultúra terén érdemes betölteni, és ez pont egy olyan
műfaj, ugye ez az improvizáció, ami gyakorlatilag városunkban nincs, vagy ebben a formában, hogy mit csináljuk, nincs, és azt gondoltuk, hogy hát akkor hajrá! Fánksütés, fánkevő verseny és állatkészítés. Színes programok várták a családokat a Fekete-hegy szárazréti közösségi központban szombat délután. Az állatkészítésbe a szülők is besegíthettek, a gyerekek pedig szebbnél szebb színekkel festették ki a maszkokat. Aki a nagy munkában megéhezett, barackos, epres és áfonyás fánkok közül válogathatott. A program a helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron című TOP projekt keretében valósult meg. Farsangi jelmezek nem lesz. Állarckészítés lesz, táncház lesz, illetve farsangi fánksütés lesz. Családi délután terveztünk a mai napra, úgyhogy szeretettel vártuk ma a gyerekeket, felnőtteket és tulajdonképpen minden korosztályt erre a családi farsangi délutánra.